Egy éve indították Sepsiszentgyörgyön a Lábbusz programot, amellyel arra biztatják a 6 és 10 év közötti diákokat, hogy reggelente gyalog menjenek iskolába. A kezdeményezés felnőtt önkéntesek segítségével valósul meg. Hétről hétre más szakma képviselői kísérik el iskolába a gyerekeket. Már egy éve járnak gyalog felnőttek kíséretében a gyerekek iskolába Sepsiszentgyörgyön. A Lábbusz keretén belül a hét 5 napján meghatározott időrend szerint a város 6 gyűjtőpontján önkéntesek összeszedik és elkísérik a diákokat az iskolákba. Tehát nem mindegy az tényleg, hogy a gyerekek 5 perc autókázás után ülnek be az iskolapadba, vagy tényleg egy 30-40 perces séta után tényleg friss elfelüldülten tudnak figyelni, energikusan. Úgyhogy a gyerekeknek is ez a reggeli séta, kikapcsolódás, nagyon jó lehetőség a szocializálódásra, függetlenségre, tehát függetlenül a szülők nélkül. Az ötlet Dániából indult, de tökéletesen bevált Sepsiszentgyörgyön is. Az elmúlt egy évben 34 tanítási héten összesen 556 önkéntes, naponta átlag 140 tanulót kísért az iskolákba. Az önkéntesek általában közéleti személyiségekből verbúválódtak össze, tematikus alapon. Voltak már többek között sportolók, színészek, egészségügyi dolgozók, a sajtómunkatársai, rendőrök és lelkészek is. De olyan szülő is akadt, aki egy éve még csak a lányát hozta, végül ő maga is állandó kísérője lett a csoportnak. Nagyon szeretjük a programot, illeszkedünk a menetrendhez, ezáltal egy kicsit hamarabb ér Andi az iskolába, de mindenkinek jobb ez így, mert kicsit felébredünk reggel, illetve ezzel is megpróbálunk a város szennyezéséből csökkenteni valamennyit. Az egyéves évfordulót lufikkal és süteménnyel ünnepelték meg a főtéren, de hétköznap sem mennek a gyerekek iskolába üres kézzel. Minden egyes út után matricát kapnak, amit később ajándékokra válthatnak. A program népszerűségét mutatja, hogy míg a szervezők kezdetben 60 gyermekkel indultak reggelente, ma már olykor 200 diák is összegyűl a különböző útvonalakon.